Befejeződött az árpa és a búza aratása, legfontosabb kenyérgabonánk már a magtárhakban pihen. Szabó Gábor, az Aranybull a ZRT növénytermesztési ágazat vezetője elmondta, a kép vegyes, a mennyiség és a minőség a különböző területeken változó. Sokkal korábbi kezdést tudtunk produkálni, tehát június 14-én elkezdtük az árpát vágni. Amikor az lefogyott, ott volt egy kis szünet, 2-3 napot álltunk, a búza az nem érte be az árpát, ott egy, nyilván ezt az ember anyagi megfontolásból nem szárítja a búzát, hanem a legolcsóbb szárító a nap, és így ez a 3 napot kivárva, nekiállva szinte folyamatosan tudtunk dolgozni a búza érését követve. A gazdák a korai aratással a megváltozott időjárási viszonyok között is megbirkóztak a feladattal, bár aggodalomra adhat okot, hogy a júniusi betakarítású búza kenyérgabona minőségű, de a későbbi már nem éri el ezt a szintet. Sajnos a júniusi, ha visszaemlékezünk, csapadék, az már a viaszérésbe érte a búzát, ami viszont már a sikert meg lefele viszi, tehát így az első betakarítások azok még kenyérgabonának minősülnek, viszont az áthúzódott júliusi betakarítások, ami annak ellenére, hogy az vége volt, már mégis egy korai betakarításnak minősül, ott már a minőség az már a kenyérgabonát nem fedezi. Bár a gabona tőzsde még stagnál, az már most látszik, az előzetes adatok ugyanis azt mutatják, hogy az árak nem érik el az elmúlt esztendők magasságát, a jelenlegi tonnánkénti ár nem töltheti el elégedettséggel a gazdákat, bár ha rendelkeznek tárolókapacitással, az némiképp segíthet.